Csak erős idegzetűeknek ajánlom a most következő jelenetet, tehát hölgyeim és uraim, a tengeren vagyunk. A Demeter nevű hajóablakon, a kabinablakon látunk befele, miközben a tenger hullás. A matrózok megpróbálják megkeresni a hiba okát, de én mindegy szállig oda vesztem. Hát ez borzasztó. Az édes Lucy álmát alussza angol száz otthonában, feje fölött a Manchester United Boston. Egyik este egy hatalmas nagy denevér megjelent a szobája ablakánál, oda ment a szoba ablakhoz, benézett rajta, és hipnotikus erejének köszönhetően az ifjú Lucy-t elkezdte hipnotizálni, akinek a teste, amit láthatjuk, fölemelkedik az ágyról, és úgy lebeg, nem csalás, nem ámítás, és oda kezd lebegni az ablakhoz. Egyre közelebb lebeg az ablakhoz, fittyet hányva a fizika törvényeinek, majd amikor a nyaki artériája már egész közel ér az ablakhoz, akkor a vámpír beharap az ablakon. Nyam, 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 nyam. Ezáltal megfertőzve az ifjú Lucy-t, vagy Lucy-t nevezzük, ahogy akarjuk, elindítva benne egy vörtelmes folyamatot, amelynek a végén ő maga is Nosferatuba fog válni. Ezt azonban még nem tudja, hátra lépek az ágyához, majd előrefele balra ellibeg, higgyetányon a fizika törvényeinek. Bátran felajánlották saját hősies vérüket. És vérátömlesztést adtak a szegény sápadtnőnek. Van Helsing professzor elvégezte az apró kis műtétet, és mindhármójuknak megnyitották a vénáját, és saját vérüket küldték.